Bocsánat, ha ezzel bárkit is megbántok, én csak, játszom a szívemmel. Gyerek vagyok, ne bántsatok. Szeptember 13-a a Magyar Dal napja. Idén a 8. alkalommal megrendezésre kerülő programnak Bükk lett a fővárosa. A vasárnap délelőtti események az átriumban zajlottak. 10 órakor Presser Gábor, a rendezvény megálmodója nyitotta meg a napot. Szép jó reggelt mindenkinek! Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon szépen köszönöm azt, hogy Bükk pályázott és egyáltalán foglalkozott azzal, hogy Magyar Dal napja eseményeket rendezzen. Amikor én 2007-ben eldöntöttem, hogy már nem tudom ezt a gondolatomat tovább magamban gyúrni, akkor nem gondoltam volna, hogy már a következő évben megtörténik az első nagy magyar dalnapi esemény. Az a Sziget segítségével történt. A Szigeten volt az első magyar dalnapja, akkor egyetlen egy helyszínünk volt, és a Sziget 0. napjára esett a magyar dalnapja, és hát ez egy nagy segítség volt, mert ez egy olyan erős figyelemfelkeltő volt, amit sokkal többen hallottak meg, és vettek észre, és hát ugye jelentek meg a Szigeten, nem tudom már hány tízezren, minthogyha csak én egyedül próbálkoztam volna ezt egyik-másik médiumban elmondani. Úgyhogy akkor jött a neheze, hogy jó, de hogy fogjuk ezt az eredeti álmot valahogy megvalósítani, mert hát nem akartuk minden évben a Szigetet megkérni, hogy ott legyen Magyar Dal napja, és az eredeti álom az volt, hogy bárhol az országban olyanok, akik arra magukat képesnek, rátermetnek érzik, az sem baj, hogyha botladozva, de valamilyen módon úgymond alulról építkezve legyen a Magyar Dalnapnak egy ünnepnapja, egyetlen egy az év 365 napjából, mert azt gondolom, hogy mindannyian egy kicsit mostohán bánunk valamivel, ami nagyon-nagyon közel áll, azt lehet mondani, hogy mindenkihez, aki magyarul ért. Ezek a magyar dalok. Akkoriban nagyjából a 10%-ot se érte el a magyar dalok játszottsága a magyar médiában. És eközben kezdett feledésbe merülni egy csomó olyan kincsünk, szó szerint kincsünk, olyan dalok, amelyeknek egy nagy részéről nem készült felvétel, hiszen nem felejtsük el, hogy a 1920-as, 30-as évek óta készültek rendszeresen felvételek, de abból se sok. Ezeknek a felvételeknek a legnagyobb része megsemmisült. Egyszerűen azért, mert nem voltak olyan hordozók, amik kibírták volna a sok évet. Nagyon kevés gyűjteményben maradtak meg példányok, és rengeteg dal, rengeteg csodálatos dal már csak kottán maradt meg jó esetben. De hát gondoltam én akkoriban az úgynevezett komoly zenei dalokra, meg gondoltam mindenre, a népzenétől, a magyar nótán keresztül, mindenre, amelyik magyar szöveggel szól. Évekkel később kitört egy kis vita közöttünk, hogy magyar dal-e az, amit magyar szerzők írnak, de mégis angolul énekelnek, és akkor a végén abban maradtunk, hogy ha ők úgy hívják, akkor igen. Szóval elkezdődött egy ilyen kis szervezkedés, és akkor 2009-ben már 30 színpad volt az országban. Akkor találta ki a Gerendai Karcsi, a Sziget embere, hogy legyen minden évben egy főváros, amit meg lehet pályázni. Volt olyan év, hogy sokan pályáztak, 14-en, és miután ezt egy önkéntes zsűri bírálta el, a legtöbbjük előadó művész, de zeneszerzők is, koncertszervezők, hát ők szegények nagyon nagyot szenvedtek akkor, amikor 14 pályázatot kellett végigolvasni. Aztán volt olyan év, hogy csak 2 pályázó volt, volt olyan év, hogy 4, és ebben semmi rossz nincs, mert ez egy nem kötelező, ez nem egy hivatalos ünnep, ez nincs benne a naptárakban. És akkor
próbáltuk mindig egyre jobban elmagyarázni a művészeknek is, meg a közönségnek is, hogy arról van szó, hogy ha nem figyelünk oda, akkor nem csak a régmúlt dalai vesznek el így a semmibe, hanem a most írott dalok, nagy legnagyobb része, internet ide, internet oda, nagyjából a hiába valóságért íródik, mert egyszerűen nem tud magára elég figyelmet húzni. Szóval ez maradt az, és a mai napig is ez az alapgondolat, ez az idea, és hát nagyon boldog vagyok, hogy nagyon idén is sok színpadon, sokféle műsor képviseli a Magyar Dal napján. Idén egy picivel nagyobb a média érdeklődés, mint tavaly volt. Ez is nagyon jó dolog, ebben nem vagyunk túl erősek, viszont nem is akarunk semmi olyasmit kérni a médiától, hogy ez olybá tűnjön, hogy ez a zeneünnep, a Magyar Dal napja elkezd valamiféle hivatalos ünnepé fajulni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy figyel ránk, hogy figyel a magyar zenére, figyel a magyar dalokra. Azt gondolom, hogy egy olyan kincsünk van, ami keveseknek van a világon. Elfogadom, hogyha most itt állna egy norvég zeneszerző, az rögtön azt mondaná, hogy nekik is van ilyen, és ez benne a jó. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Tamásnak, polgármester úrnak, vezérigazgató úrnak, Szabinak, mindenkinek köszönöm, aki most éppen ebben a dologban benne van, és aki benne akar maradni jövőre is. Köszönöm. És hát az ötlet az ugye adott volt, a lehetőség is számunkra adott lett, és ezt szeretném megköszönni most itt polgármesterünknek, dr. Néva Csándornak, hiszen a csapatom, a brigádom mellett ő volt az, aki egyszerre mellénk állt, és segített, és hát testületen keresztül, amit ezúton is köszönök, az anyagi forrásokat is biztosította számunkra, úgyhogy megkérem dr. Néma Csándor polgármesterünket, hogy mondjon néhány szót így, hogy mit is jelent a város életében, hogy mi lettünk a Magyar Dal fővárosa. Köszönöm szépen, kedves megjelentek, nem akartunk piros betűs ünnepet csinálni, amikor belefogtunk ebbe a dologba, hogy egyáltalán ezt megszervezzük. Azt gondoltuk, hogy két legyet ütünk legalább egy csapásra, egyrészt tényleg a Magyar Dal napjához csatlakozva ezeket a hagyományokat folytatjuk, ami egyébként itt a környéken, tehát jó zenekarok vannak, és azoknak a bemutatkozási lehetőségét, akár helyben is, hogy helyi együtteseknek, formációknak a bemutatását is biztosíthatjuk. Másrészt pedig nyilván a helyieknek, az ideérkező vendégeinknek is bemutatjuk ezt, legyen akár külföldi, akár magyar, hogy milyen a magyar zene. Amikor belefogtunk ebbe a munkába, ez az elhatározás megszületett, ez már néhány éve egyébként ott Tamással így, amikor beszélgettünk, hogy ehhez csatlakozni kellene. Amikor belefogtunk a megszervezésbe, könnyebb lett azt megvalósítani, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Tehát nem ellenállásba ütköztünk, hogy mindenki azt akar csinálni, akár ellenünk, vagy rajtunk keresztül, hanem velünk, és a korábban résztvevők, akár a Dal fővárosa címmel is rendelkező Szombathely is elsőre mellénk állt, és Zsira is, aki már korábban is, a Zsirai Szociális Otthon, aki korábban is, minden éven, így idén is megvalósított, illetve tervezett programokat. Ők is mellénk álltak az ügyben, és akkor egyértelművé vált, hogy ilyen regionális összefogásban lehet ezt megvalósítani, a programokat összehangolva a korábbiakhoz képest egy nagyobb hírverést is lehetne neki csinálni, és talán ennek köszönhető, hogy a média is jobban felfigyelt rá, hiszen itt 25 kilométeren belül három helyszínen történnek magyar daloknak az előadása, történnek műsorok, valósulnak meg produkciók, Szombathelyen, Zsirán és Bükön. Ennek megfelelően az előkészítések gördülékenyen mentek, tudomásom szerint nem csak Szombathelyen és Zsira, hanem Leszer Gábortól is első pillanattól kezdve biztatásokat kaptunk, és ennek megfelelően a képviselőtestület is az elejétől kezdve maximálisan támogatta ezt a rendezvénysorozatot, mellé állt, illetve a gyógyfürdő a helyszínt biztosította. Úgyhogy tulajdonképpen az, hogy ilyen flottul lement az egész szervezés szempontjából, az minden szereplőnek, minden résztvevőnek
köszönhető, és ezt ezúton is szeretném megtenni. Úgyhogy a szervezés oldaláról, meg most már az időjárás oldaláról is minden adott ahhoz, hogy nagyon jó rendezvénysorozat elé nézzünk. Úgyhogy ennek egyébként kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást a mai napra a Magyar Dal fővárosában, Bükön. Köszönöm szépen! Nagyon sok minden, sok áron kapcsolódhat a turizmushoz a zene, a dal. Most csak két pici szeletét szeretném ennek megemlíteni. Az egyik a belföldi turizmus, ami azért nagyjából meghatározó a fürdőnk életében is. És ugye igazából a magyar dal elsősorban a magyar közönségnek szól, főleg, hogyha szövegre is gondolunk, hogy azt, hogyha érti valaki, akkor talán is fontos. Habár szerintem az zene fontosabb. Így azért ilyen szempontból, hogyha nézzük, akkor nekünk fontos az, és a turizmus összes szolgáltatójának, hogy a vendég jókedvű legyen, jól érezze magát. Tehát, hogyha ő olyan nagyon jó dalokat hall, amit magas színvonalú és jókedve lesz tőle, jobban érzi magát tőle, akkor ő mind vendégből jobb kedvel fog megérkezni a szolgáltató helyekre, és ennek hatására talán a szolgáltatások megítélése is pozitív lesz. A másik, ami fontos, az a külföldi része a dolognak. Ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy a Magyarország megítélése, főleg a turisták körében jó legyen. Magyarország imidzse minél jobb legyen. Ehhez a zene nagyon sokat hozzá tud tenni. Én már vagyok abban a korban, hogy egy kicsit csillátásom van, mert én a 70-es években voltam olyan korban, amikor nagyon dübörgött a magyar zene, és hát én is egy picit részt vettem benne. És elfogult vagyok azzal a korszakkal kapcsolatban. De az biztos, legalábbis én ezt így gondolom, hogy abban az időben a magyar zene az világszínvonalú volt. Nagyon sok előadó és zenekar ment külföldre, sikeresen felléptek, szerepeltek, lemezeket adtak ki, koncerteket adtak. És én most nem azért, mert itt van Presser Gábor, én ők közülük a legkiemelkedőbbnek az LGT-t tartottam. Az LGT pedig a létét és a sikereit szerintem Presser Gábornak köszönheti. De ugye az, hogy egy magyar dal sikeres legyen külföldön, ahhoz kell tényleg nagyon-nagyon jó magyar dal, akármilyen nyelven adják elő, és kell hozzá jó előadó és jó hangszeres tudás. Én azt nem tudom megítélni, hogy a mostani mai magyar dal, a mai magyar zene milyen színvonalon van. Én remélem, hogy nagyon komoly, magas színvonalon van most is. Azt azért nem tudnám elképzelni olyan színvonalon van, mint akkor volt. És annak két okból nagyon fontos volt a hatása, hogy akkor még volt keleti, még nyugati blokk. A keleti blokknál mi voltunk a példakék, mi voltunk az Istenek a fiatalok körében. Mi ránk néztek fel, hogy itt ez olyan, mint egy kis nyugat. Rengetegen mentek, ugye ez szinte kötelező módon Szovjetunióban, keleti blokk országaiba koncertezni. De nem csak azért mentek, mert kötelező volt, hanem azért, mert azért mégiscsak a terjesztették és sikereik voltak. A másik a nyugati oldal volt, és oda nem volt egyszerű kijutni és tartósan kint maradni. Ennek sok oka volt, egyrészt néha politikai, másrészt anyagi. Nagyon sok zenekarnak, elsősorban az LGT-nek meg lett volna lehetősége arra, hogy ők sikeres, tartós, sikeres pályát befussanak nyugaton. De sajnos ugye ez különböző okok miatt nem jött létre. Ettől függetlenül azért voltak sikerek, koncertek, volt olyan zenekar, aki külföldi fesztiváldíjat nyert, akik lemezeket adtak ki, és abban az időben a nyugati fiatalság körében Magyarország egy kis előnyt szerzett a többi kelet-európai országgal szemben. Meggyőződésem, hogy elismerték ezt a tudást, ami itt van, hallgatták a jó magyar dalokat, és ettől Magyarország megítélése sokkal jobb lett. Ezért lenne fontos, hogy most is legyen ilyen. Nagyon szüksége van az országnak arra, hogy minél jobb megítélésünk legyen, és ezért minél több turista jöjjön hozzánk. Tehát ezért van komoly összefüggésben, ezért is a magyar dal és a turizmus. Én kívánom azt, hogy sikeresek legyenek ezek a rendezvények, és azt is kívánom a magyar dalnak, a mai magyar dalnak elsősorban, a szerzőknek,
ami a legfontosabb, a jó dal. Az, hogy kiadja, hogyan, az már másik kérdés, szerintem jó dal nélkül nincsen sikeres szám. Hát a zeneszerzőkre gondolok. Tehát, hogy minél többen érjenek el olyan színvonalat, olyan sikereket, mint a 70-es évek magyar dala. A megnyitó után beszélgettünk Presser Gáborral, az ötletgazdával. Presser úr, amikor az ötletét elindította, a Magyar Dal napját, a Magyar Dal fővárosát, akkor számított ekkora óriási sikerre, ami az elmúlt években volt? Őszintén szóval egyáltalán nem tudtam, hogy mi jön ki ebből. Amikor az első évben a Szigetet megnyertük, hogy csináljon egy Magyar Dal nap, egy egész napot, és 80 művész és művészcsoport váltotta egymást a színpadon sok tízezer ember előtt, akkor éreztem, hogy ennek van valamilyen üzenete, amire az emberek fogékonyak, és akkor a következő évben pedig 31 néhány színpadon volt már előadás. Hát nem tudtam, hogy erre lehet számítani, és hát persze nagyon boldogok voltunk, és most is nagyon boldogok vagyunk, hogy ez a kis mozgalom, vagy nevezzük bárminek, még létezik, és hogy a közönség szimpátiája még mindig életben tartja. De úgy tűnik, hogy ez nem csak egy napra korlátozódott ez az eredmény, hisz a magyar dalok megsokasodtak a kereskedelmi rádiókban, a televíziókban. Igen, mondjuk az, amit mond, hogy megsokasodtak a magyar dalok, azért az egy nagyon furcsa, kicsit ilyen keserédes élmény, mert hiszen ahhoz az kellett, hogy váratlanul médiatörvénybe foglalták, hogy legalább, ha jól gondolom, 25%, a műsor 25%-a a magyar médiában az legyen magyar nyelvű dal. És hát azért ez persze egyfelől öröm a muzsikusoknak, másfelől pedig hát, hogy úgy mondjam, azért ez egy elég fájdalmas dolog, hogy a magyar média arra kell, törvénnyel kell arra ösztökélni, mi több kötelezni, hogy játssza a saját embereinek, a saját nyelvén megszólaló dalokat. Amikor Bükkváros pályázata beérkezett önökhöz, akkor hogyan, miképp fogadták ezt, hisz végülis Bükk egy kisváros, mégis a negyedik leglátogatottabb város a külföldiek szempontjából? Hát mi nagyon örültünk, mi minden pályázatnak nagyon örülünk. Ugye amikor Bükk pályázott, akkor éppen a sajtó azt kezdte el rémhír terjeszteni, hogy megszűnik a Magyar Dal napja, miközben mi megszüntettünk egy olyan kis irodát, amelyik most már nem szükséges, hogy létezzen, és egyáltalán nem szűnt meg a Magyar Dal napja. Szóval nagyon-nagyon jól esett, hogy Bükk nem törődött ezekkel a hírekkel, hanem azonnal fölvállalta ezt a pályázatot, és hát egy nagyon szép pályázatot írtak, ráadásul Szombathelyről Prieger Szabi, aki a Magyar Dal napjának régi aktív szervezője, támogatója, barátja, résztvevője, Szabi is már előre jelezte, hogy Bükk pályázni fog, mert hogy ő is segített ennek a pályázatnak a létrehozásában. Szóval nagyon-nagyon örültünk, nem voltunk igazán meglepve, mert mondom, már egy kicsi, már voltak füleseink. A gyógybornapok júliusban itt Bükkön körülbelül 30 magyar együttes szerepelt, a mai nap ismét együttesek sora lép fel, többek között délután szerepelni fognak az ön zenésztársai. Nincsen nosztalgiája esetleg, hogy beszállni ebben a félig lokomotív bandába? Nincs. Hát ez nem lokomotív banda, hanem ez egy műsor, amelyikben néha, ez egy lokomotívról szóló, az LGT-ről szóló műsor, amelyikben néha meghívják egyikünk másikunkat. Most úgy hallom, hogy ma lévén Magyar Dal napja, a Somló is, a Karácsony is, és a Solti is fellép. Ők vendégek, nem is biztos, hogy ugyanazokban a dalokban játszanak. Ennek nincs igazán köze így az LGT-hez. És én azt gondolom, hogy egy zenész játszon, amennyit egy zenésznek az élete az, hogy játszik. Hogyha meghívják, és nem érzi olyannak, ami nem, tehát nem érzi vállalhatatlannak, akkor egy zenész menjen el és játszon, mert addig jó, ameddig egy zenész játszani tud. Egy utolsó személyes kérdés. Tudom, hogy már többször volt, az LGT-nek az utolsó koncertje. Lesz még egy utolsó?
Nem volt többször, egyszer volt 92-ben, és akkor még tök komolyan gondoltuk, csak aztán, amikor 97-ben elkezdtek rólunk filmet forgatni, és bementünk egy lemes stúdióba, akkor ott addig vacakoltunk, ameddig el nem kezdtünk dalokat írni, meg fölvenni, és akkor kitaláltuk, hogy akkor kiadunk egy lemezt, és akkor egyszer csak 2002-ben meg hát rávettek minket, hogy csináljuk meg az LGT fesztivált. Akkor innentől kezdve már úgy sem ért semmit az, hogy egyszer azt mondtuk, hogy vége van, mert hiszen megszegtük ezt a bizonyos kijelentésünket, és akkor jött az, hogy 2007-ben a Sziget keresett meg minket, hogy legyen LGT a nulladik napa. És aztán pedig 2013-ban volt a minden idők szerintem legnagyobb ilyen LGT esemény sorozata az, hogy három arénát és az alsóörsi nagy zöld parkot, hát nem tudok szebb szót mondani, bocsánat, eladtuk, és ezzel megcsináltuk azt, hogy valószínűleg az évben a legnagyobb koncerteket hoztuk, úgyhogy minden lehet. Egyiket sem mi találtuk ki. A végén beálltunk a hallgattunk a hívó szóra, nem mi találtuk ki. Lehet, hogy ha majd valaki kitalál egy újabb nagy LGT eseményt, akkor lehet, hogy beleszállunk mi is. Pici bácsi az interjú után sietett a fürdőétterembe, mert egy kötetlen fórum vendége volt, ahol arról beszélgettek napjainkban, milyen lehetőségei vannak a fiataloknak a kitörésre. Közben az átriumot átvették a gyerekek. A nekik szóló programok indultak a megnyitó után. Először a Zapszalma együttes zenélt. Ők az Őszi Szüret című műsorukat hozták el. A dátum azt diktálta, hogy mi ezt játsszuk ma, úgyhogy egy kis újdonság volt a sok nyári fellépés után nekünk is, egy kicsit megújulva, kicsit kibővülve más dalokkal. Ma van a Magyar Dalnapja. Ez mennyiben befolyásolta a mai műsorválasztást? Gondolkodtunk rajta, de mi maradtunk annál a programnál, amit ilyenkor ősszel szoktunk ezzel a Szüret című műsorral játszani. Nyilván egy kicsit más, mert ez egy felemelő, ez egy megtisztelő dolog, tehát nem minden nap kérik fel az embert egy ilyenre, amit Presser Pici nyit meg egy ilyen rendezvényt. Azért az nem kis dolog, úgyhogy büszkék vagyunk rá. Mennyivel nehezebb a gyerekeknek játszani, mint mondjuk a felnőtteknek? Nehezebb egyáltalán? A legnehezebb akkor játszani, amikor kevés a közönség, de igazából azt szokták mondani, hogy őnekik azért nehéz, mert hogy őszintébbek, de az talán nem is biztos, hogy a nagy baj. Tehát ez szerintem így, ahogy van, jó. Annak örülünk, hogy általában a szülők is, amikor a szabadtéri évközi rendezvényről van szó, akkor általában elkísérik ugye a gyermekeket ezekre a koncertekre, és talán nekik is tetszik ez a dolog. Ez egy picit nagyképűre sikerült, nem így akartam. Szóval nem nehezebb, jó, kellemes, mosolyognak, pörögnek, futkosnak föl alá, ez minket nem zavar, néha megkérdezik tőlünk, hogy ez milyen rossz, hogy lehet így játszani. Hát simán, ugyanúgy, gyerekek. Igen, ezt akartam pont kérdezni, hogy érinti a zenekart az, amikor ugye megy a műsor, és hát ugye a gyerekek meg itt szépen eljátszanak. Az nehéz egy kicsit, amikor feljönnek a színpadra, és akkor kicsit cserélni akar velünk, hogy ki akarja kapni a kezemből a hangszert, ez egy picit macera, de általában azért a korrekt rendezők ezt megoldják, ezt a dolgot. Élvezzük mi ezt. A kukorica szár,
elosod az alkot, halkan, halkan, jön az ég, gyere haza már. Az Abszalma együttest a tarisznyások váltották. Ők már többször voltak itt Bükön. Most is új műsorral álltak színpadra.
Hát gyerekműsorral készültünk, általában egyébként is gyerekműsorokat játszunk. Úgyhogy a jelenlévő gyerekeket szeretnénk egy kicsit megmozgatni, játszatni őket. Tehát ezzel kapcsolatos versek fognak megszólalni a Tarisznyások zenéjével. Gyerekeknek nehezebb műsort adni, készíteni, mint a felnőtteknek? Hát elmondom őszintén, nekünk nem nehézség egyik se. Tehát mi szívesen, szívből csináljuk. És nem mondom, hogy munka van vele idézőjelben, tehát dolgozni kell rajta, de másképpen, tehát egy gyerek közönségnek másfajta műsort kell felépíteni, jó, meg kell gondolni minden mozzanatot, hogy be tudjuk őket vonni, hogy foglalkoztatni tudjuk, hogy érdekes legyen ez a dolog számukra, de egy komolyabb műsornál megint más szempontok vannak, de azt is örömmel és szívesen csináljuk. És a műsorokban hogy szokták a, úgymond a kedveltebb dalokat rakják előre, vagy elszórtan? Hát a kedveltebb dolog ugye ismertebbek, inkább a versek lehetnek ismertebbek, mint mert a zenék azok miénkek, magunk írjuk ezeket a zenéket. Bár azok is már főleg Vörös Sándor versek, meg Zerg Zoltán, Kányádi Sándor versek is már ismertek. Megmondom őszintén, ez nálunk nem szempont. Tehát ismeretlen versek is nagyon jó csattanóval bírnak néha a műsorba. Tehát ha koncertműsort adunk, akkor esetleg amikor úgy érezzük, hogy a közönség fogékonyabb rá, akkor olyan verseket veszünk elő, természetesen megzenésítve, amit mindenki ismer, tehát Anyám tyúkja mondjuk Petőfi Sándortól, vagy Vörös Sándortól, egy Haragosi vagy Kutyatár, tehát akkor inkább szempont. De amikor interaktív játszatás van a gyerekekkel, akkor nem szempont. Ma van a Magyar Dal napja. Ez mennyiben befolyásolta a mai műsor összeállítását? Hát igazából annyiból befolyásolta, hogy lesznek azért olyan dalok is szerintem, de ez megint a közönségtől és a gyerekektől függ, amik egy kicsit talán lehet, hogy ünnepélyesebbé teszik ezt a műsort, csak ennyi. De egyébként, tehát mivel magyar verseket játszunk, tehát éneklünk, ezért igazából adta magát a műsor, tehát idevaló, én úgy gondolom. Mondja többször, hogy meglátja, hogy a gyerekek hogy veszik a lapot. Ez azt jelenti, hogy jönnek egy felépített műsorral, és hogyha úgy kívánja a helyzet, akkor változtatnak, mást énekelnek? Igen, igen. Tehát abszolút rugalmas a műsorunk. Tehát most mondok egy extrém példát. Volt olyan, hogy gyerekműsorral hívtak, és nyugdíjas közönség ült előttünk. Tehát ilyenre is fel kell készülni. Most mondjuk ettől nem kell félni, de lényegében készítettünk mi műsorokat mindenféle korosztálynak. És ezek mindig műsoron vannak. Általában tudjuk, hogy mit játszunk, de érhetnek meglepetések. Vagy valamikor gyerekek éppen mást akarnak csinálni, nem minket hallgatni. Hát ilyen is előfordul, mert sokkal több érdekesebb dolog van, de hát erre is föl kell készülni, akkor adunk egy koncertműsort, amit ha meghallanak a gyerekek, akkor lehet, hogy közelebb jönnek, elkezdenek táncolni, és már is bevonhatók ők a játékba. Tehát rugalmas a műsorunk. És ilyenkor hogy érinti a zenekart, amikor mondjuk a gyerekeknek jobban elviszi a figyelmét a játék? Nem foglalkozunk mi vele, tehát nem ér minket traumaként ez a dolog. Játszunk színpadon, mondjuk az a dolgunk, hogy így is fölkeltsük a gyerekek érdeklődését, ha esetleg nem ránk kíváncsiak, és általában beszokott ez jönni. Tehát kicsit dolgozni kell ezen a színpadon is, de hát az ember a színpadon van, azért van ott, hogy érdekes legyen valamilyen szinten. A délelőtti programokat a Kakaó zenekar zárta. Nekik már tényleg nem volt könnyű feladatuk, hisz egy órakor kezdődött a műsoruk, amikor a gyerekek már éhesek, álmosak. De Mihályi Péter énekes a színpad előtt énekelve felrázta a kicsiket. A zenekar 2 éve alakult, és én is 2 éve vagyok ilyen értelemben a tagja. A felkérés az úgy jött, hogy a srácok, ők mindannyian jó pár formációval játszanak, ők gyakorlatilag profi zenészek mindannyian, és ilyen értelemben a színházban is zenélnek, a színház zenekaraként, és akkor pont volt egy olyan előadás, a Varró Daninak a Túl a Maszathegyen című előadása, amiben én a szerződtet Varró Danit játszottam, és ez egy ilyen nagyon interaktív történet volt. Egyébként ez egy fizikát, Eszer Gábor, a Magyar Dal napjának alapítója, írta a zenét, és akkor nagyon sokat foglalkoztam a gyerkőcökkel, mondom, hogy interaktív módon, és a srácoknak igazából ott maradt ki a fejéből az, hogy ők látták, hogy ez nekem megy, meg hogy én is élvezem, a gyerkőcök is élvezik, és akkor ők keresnek meg azzal, hogy mi volna, ha csinálnánk egy ilyen formációt, ami alapvetően erre az interaktivitásra épül. Nincsen a felnőtteknek, de én alapvetően azt gondolom, hogy ez a fő cég, hogy
távú B-pontba. Tematikus lemezeket készítünk, két lemezünk jelent meg. Eddig az egyik lemez az a Mi leszel, ha nagy leszel címen. Foglalkozásokat, stb. Veszi számba. Ez a második lemezünk, ez Gyerkőc dolgok címmel jelent meg nem olyan régen. Ez pedig egy ilyen igazi ilyen családi élet. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy utazás egy naptári évben, tehát igazából decembertől decemberig, és ezen belül pedig belecsempészve egy napi rend gyakorlatilag, vagy egy lehetséges napi rend. Tehát ébredéstől a lefekvésig így néz ki ez a dolog. És a mai napon mit hallhat a Büki közönség? A mai napon ezt a két témát egy picit keverjük, tehát nem tisztán, most ez nem egy tisztán tematikus koncert lesz, de alapvetően azért a gyerkőz dolgokból lesz a legtöbb dal, és a tematikája is az, csak belecsempészünk azért egy-egy olyan dalt, amit a közönség, most már talán mondhatom ezt, hogy elvárt tőlünk, hogy játsszuk, tehát csalódottak lennének a gyerekek, illetve a szülők, hogyha az első lemezről azok a dalok nem hangoznának el, úgyhogy ezt így beleépítettük. Említettük már a Magyar Dal napját, ma van ugye? A zenekar direkt készült erre a napra, vagy függetlenül ettől a naptól készült a műsor? Természetesen a műsor az bizonyos értelemben a naptól független, de nem mondhatnám azt, hogy nem készültünk erre a mai napra, tehát egy picit ma, ez leginkább ilyen értelemben a dalokban, ugye a dalok azok ugyanazok. Az én fejemben egy olyan dolog állt össze, ami kifejezetten speciálisan, még inkább megpróbál most a zene fontosságáról, és talán mondhatom azt, hogy a szöveg fontosságáról is, tehát a kortárs vers fontosságáról is beszélni. Az első lemezünkben azon még úgy van egyébként a dolog, hogy például Varrodanitól is van azon is, és egyébként kortárs vagy már nem teljesen, de alapvetően mégiscsak kortársnak nevezhető szerzők versei vannak megzenésítve, illetve nekem néhány szövegem. Ezen a második albumon ezen már csak az én szövegeim vannak. Remélem, hogy ezek is megütik azt a szintet, hogy nevezhetők kortárs versnek. Nagyon fontosnak tartom egyébként, és aki megnézi a koncertünket, vagy megvásárolja a lemezünket, általában ezt a visszajelzést is kapjuk, hogy nem bugyuta szinten foglalkozunk a gyerkőcökkel, hanem tényleg megpróbálunk mindig egy picit beljebb menni, egy picit sugallni, és úgy csinálni az egészet, hogy a szülőknek is üzenjünk, akár poentírozási technikában, de akár olyan szinten is, hogy egy picit menjen be. Tehát volt olyan, aki meghallgatta ezt a lemezt, és akkor utána írta a Facebookon, hogy az van, hogy most egy picit azt érzem, hogy nem vagyok olyan jó szülő. Miután meghallgattam a lemezt, visszaírtam, hogy mondom, figyelj, nem akartunk senkit sem megmenteni, azt mondja, nem, nem bántottatok meg, nem erről szó, de tettetek egy-két felkiáltó jelet egy-két olyan dologhoz, úgyhogy nagyon köszönöm című dolog. Én azt gondolom, hogyha ez megtörténik, akkor már van értelme ennek az egésznek, úgyhogy próbáljuk, hogy legyen benne kakaó. A gyerekzenekarok talán egy kicsit könnyebben vannak így a Magyar Dal napjával, gondolom nem énekelnek idegen nyelven a gyerekeknek. Nem, bár egyébként ez olyan, mintha most egy picit így beleláttál volna a fejünkbe, mert az egyik dalunknak éppen ezekben a pillanatokban készül el az angol nyelvű verziója, de alapvetően magyar nyelven énekelünk, így van a gyerkőcöknek. Nekem ma őrjétük a világ, érted, ha te is gyerek vagy. Ahogy te akarod.
itt még nem ért véget, hisz egy órától a gyógyfürdő parkolójában indultak a délutáni koncertek. Zenélt az Express együttes, énekeltek a régi LGT tagok, játszott a Pál utcai fiúk, a Kowalski meg a Vega, zárásként a 30Y együttes. A délutáni eseményeket is rögzítettük. Az erről készült összeállítást egy későbbi időpontban láthatják itt, a Trio TV műsorában.